Kellemes estét kívánunk minden kézilabda rajongónak, és kellemes estét kívánok minden Mohács TV nézőnek, továbbá kellemes estét kívánok mindenkinek itt a Városi Sportcsarnokban. Szép számú szurkoló tömeg gyűlt itt össze a mai este folyamán a 10. fordulóra, ahol a Mohácsi TL lányainak az ellenfele nem más, mint a VKL Ese Győr csapata. Ugyebár a mieink piros-feketében, míg a Győr csapata zöld-fehér-fekete mezben, tehát elég trikolorosra vették a figurát. Lássuk is akkor az ellenfelet név szerint, hogy kik is játszanak a mai este folyamán. Egyes mezben Szalai Evelin, hatosban német Benigna, hetesben Horváth Lili, kilences mezben Fed Bianca, 13-asban Nádasdi Nikolett, 14-esben Bárdi Fruzsina, 15-ös mezben Ocskó Viktória, 18-asban Csupor Csenge, 19-es mezben Vida Noémi, 20-asban Gogolová Vivien, 21-es mezben Reider Vivien, 22-esben Pusztai Gréta, 25-ös mezben Csiszár Klaudia, 26-osban Németh Klaudia, és végül 83-as mezben Petróci Viktória lép a pályára. A vendégek edzője Csomor Tibor, segítői Páncél Krisztina és Mészáros Anna. Érkezik a hazai csapat. Egyes mezben Virág Bianca, a kettes mezben Szabó Panni, ötös mezben Erdély Bianca, a nyolcasban Rózsa Adrien, tízes mezben Kaló Zsófia, 12-esben Martinov Lili, 13-as mezben Dietrich Zsófia, 14-esben Háner Dóra, a 15-ös mezben Menyhelyi Réka, a 16-osban Boros Martina, 17-es mezben Magyar Ágnes, 19-esben Bozsovics Rita, a 21-es mezben Zsolt Krisztina, és 22-esben a végén Kerék Dominika lép a pályára. A hazai csapat edzője Gyulai László, segítője Oszlár Ferenc, a gyúró Szabó Gábor és a csapatorvos dr. Szél Zoltán. A 10. forduló két játékvezetője Bujdosó Máté és Horváth Viktor. A mai mérkőzés versenybírója pedig Újvári László lesz. Tehát ez lenne akkor itt a mai este folyamán a felállás. MTE, VKL Ese Győr méri össze az erejét. Nagyon-nagyon fontos nekünk ez egy presztízs mérkőzés, hiszen annyiban presztízs, hogy ugye mi az utolsó előtti helyen állunk, a 13. helyen 2 ponttal, míg a Győr a 14. 1 ponttal. Ez azt jelenti, hogyha esetleg itt a ma este folyamán valamiért elbukjuk a történetet, akkor ugye innentől hát majdhogy nem ki is esünk, hiszen utána már csak a Fradi elleni mérkőzés van vissza idegenben, ami tudjuk jól, hogy nem könnyű meccs, illetve a Marcali érkezik majd december 5-én szombaton. Ő ellenük is ugye elég nehézkes lehetne majd, vagy illetve lenne nyerni. Ezért mondom azt, hogy akkor viszont visszacsúszunk az NB1B-ből az NB2-be. Nos, ezt nem élhetjük meg, én azt hiszem. Úgyhogy van miért izgulnunk, van miért szulkolnunk itt a mai este folyamán a lányainknak. Egyébként a tabella tekintetében jelenleg elsően a Szekszárd áll, a második a NEKA csapat, amíg a harmadik a Vasas SC, és ahogy mondottam, volt 13. helyen 2 ponttal a Mohács, 14. helyen pedig a mai ellenfelünk 1 ponttal a VKL Ese Győr csapata. A pályára lépő csapatoknak nagyszerű játékot, a lelátókon pedig jó hangulatot és még jobb szurkolást. Hajrá Mohács! És ez éltessen bennünket egészen a meccs végéig. Ez ugye már aktív 30-30 perc, tehát 60 perc, 1 óránk áll összesen a rendelkezésre, hogy teljesítsük azt a feladatot, amiért a mai napon ide jöttünk. Na, a Győr indítja a játékot útjára. El is kezdem szokni szépen sorban a neveket, ugye Gogolová Vivien volt középen, most már kikerült átlövőnek, ugye 18-as mezben Csupor Csenge adja a labdát. Ott már várta 22-esben Pusztai Gréta, szép volt közben a faltunk, hiába is reklamál a Győr. Szép volt nekünk az, hogy megállítottuk Nádasdit. Na nézzük, Csupor. Így is van, Virág Bianca. Nagyot védett, nekünk meg már ott van Bozsovics, elindul kapufa. Nem baj, ott a válasz, így van. A hazai csapat gólszerzője kipattanóról, a 10-es mezben játszó Kaló Zsófia. Nagyszerű volt, jól vett észre Zsófi, hogy ott van a kipattanó nekünk. Nagyon jó, csak így tovább.
Mindjárt a mérkőzés első percében már megvan az első gól. És egy sárgalap is volt, ha jól látom. Sárgalapot kapott a vendégek, hetes mezben játszó játékosa, a Horváth Lili. Közben szóltak, hogy a 20-as mezben. Nem baj, megyünk tovább. Arról a sárgáról már lemaradtam, erről a gólról viszont nem. Egy újabb gól, a hazai csapat gólszerzője, a 10-es mezben játszó Kaló Zsófia. És egy újabb sárgalap került elő. Azt pedig mindjárt megnézzük, hogy ki kapta. Látom is. A 22-es mezben játszó Pusztai Gréta kapta. Tehát a sárgalap Pusztai Grétáé, a gól pedig ugye Kaló Zsófié. Hú, ide kell figyelni, mert pörögnek az események. Valljuk meg. Gyulai kiereszti közben a hangját. Ebből is lap lesz. Egy gól, egy lap, úgy látom. Vendége gólszerző a 13-as mezben játszó Nádasdi Nikolett. Sárga lapot pedig kapta. Sárga lapot pedig kapta a 14-es mezben játszó Háner Dóra. Hát nagyon kell figyelni. Hazai csapat gólszerzője a 14-es mezben játszó Háner Dóra. Épp az imént kapott sárgát, már ott is van a gól. Na nézzük, Zsolt Kriszti, támadhatjuk a falat, be is ment egy az egybe, és egy 7 méteres kiharcolt magának, ebből megint lap lesz. Sárga lapot kapott a vendégek 14-es mezben játszó játékosa Bárdi Fruzsina. Ezzel már a harmadik sárgájukat gyűjtik be a vendégeink, nekünk pedig ugye, ha jól láttam, így van, le is nézek közben a jegyzőkönyvvezető asztalhoz, nekünk egy van, Zsolt Kriszti áll be a 7 méteres dobáshoz, vele szembe pedig a kapuba ott áll Petróci Viktória. De nem lehet kivédeni ezt a hetest. A 7 méteres gólszerzője a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. Így is van, meg is van a 7 méteresünk. Nagyszerű. Nem gyenge ellenfél egyébként a Győr. Jó, nem volt bent, oké. Egy pillanatra mindenki bent látta. Végig kell vinni Biancának, azt kiabálja Gyulai, ott is van. A hazai csapat gólszerzője az 5-ös mezben játszó Erdélyi Bianca. Megvan, nagyszerű. Időt kért a vendégcsapat. Nagyszerű volt Biancától. Na szóval most akkor egy kicsit szuszra jutunk. Megpróbálunk hallgatózni, hogy Gyulai mit mondhat vajon a csapatának. Na lássuk. Hát ebből azt hiszem nem sokat fogunk hallani, mert nagyon nagy a zaj. A szurkolók is elég hangosan beszélnek. Megpróbálok én magam akkor fülelni, ha már a mikrofonnal nem jutunk oda. Nos, még nyugodt Gyulai, egyébként beszéltem vele a mérkőzés elején, ugye a szekszárdi eseményekről is, ahol azért 36-16-ra vesztettünk Tabajdi Ferenc csapata ellen. Hát az ő meglátása is az volt, hogy elég vegyes volt a mérkőzés. Ő nem szeret a játékvezetőkkel foglalkozni. A játékvezetők azonban annál inkább foglalkoztak vele, hiszen még egy piros lapot is kapott a mérkőzés során. Mind a mellett, hogy mindjárt az első percekben már Háner Dóri is begyűjtötte a pirosat. Ezzel föladták a lécet, fölrakták a lécet a játékvezetők, ehhez képest utána az ellenfélnél ugyanazokért, a szabálytalanságokért rendre elfelejtettek fújni. Persze ez nem jelenti azt, hogy a játékvezetőkön ment volna el a mérkőzés, hiszen a játékhoz játékosok kellenek elsősorban. Ez is kipattant, nagyszerű, addig jó, ameddig belülről is kifelé pattog. Kaló, jó, nagyszerű. Nem hiszem, hogy itt lett volna probléma, bár némileg belemenésnek tűnt. Vendégek támadnak, így van, elejti a labdát. Nádasdi jól kotyogott ki a kezéből. Erdélyi és Háner fut fölfelé közben. Zsolt Kriszti, Kaló. Már bement a jelzés, kinek hova kell menni. Erdélyi, Kaló, lehet támadni a falat. Jó, nagyon jó az átfutás. Zsolt. Valahogy megpróbálunk lövés pozícióba kerülni. Bemegy Zsolt Kriszti. Aztán mellé nem baj, semmi baj. Vissza kell futni Krisztike. Jó volt ez. Nagyon jó volt ez. Vendégeink támadhatnak. Csupor Csenge. Egy kis kakaskodás Erdélyivel. Csupor. Dob. Kipattan, így van.
rólunk ment ki, úgyhogy marad az ellenfélnél a labda, a csupordobása sajnos pattant rajtunk, pattant a védelmünkön. Elkocog a labdáért Csiszár Klaudia közben. Sarokról, na nézzük, csuport fut segíteni neki. Átlövő pozícióból. Figyeltem. Nem szabad hagyni egyébként felugrani a játékosokat, mert azért Pusztai Gréta is elég magas játékos, Csupor Csenge is elég magas játékos. Mind-mind jól tudják dobni a labdát a kapu felé. Ez az, Erdélyi nagyszerűen lopta el a labdát, lehet vinni. Teljesen egyedül van, csak ne a kapusba, így van. A hazai csapat gólszerzője az ötös mezben játszó Erdélyi Bianca. Nagyon jó, tökéletes. Gyors mondom is az eredményt, 6-1 az állás a hatodik percben, ez azt jelenti, percenként egy gólt dobott a mohácsi csapat. Azt mondta Gyulai, hogy ezt a mérkőzést hazai pályán szerinte nyerjük, de nagyon nehéz lesz játszani ez a Győr ellen, hiszen tele van NB1-es játékosokkal. Ugye itt gondolunk például Nádasdi Nikoletre, vagy éppen Pusztai Grétára, de megemlíthetjük még Petróci Viktória nevét is. Mind-mind csupa-csupa jó játékos. Petróciról nem is beszél, hogy önmagába kitölti a kaput a magasságával. Nagyszerű, jó döntés volt Pusztaitól, hogy fölé helyezte a labdát, nem pedig a hálóba. Így mi mehetünk. Szép volt a visszapassz Zsolt Krisztitől Erdélynek. Erdély megpróbál bejátszani Hánernek. Aztán kevés sikerrel történik ez. Elmarad az eredmény, nem baj. Ettől függetlenül szép volt az, ahogy megpróbálta Háner kezére játszani a labdát Erdélyi. Ez az, csak így tovább. Kaló, Zsolt Kriszti, Kaló. Végigjáratjuk a labdát, szét kell húzni egy kicsit a VKLS-ennek a védelmét. Zsolt Kriszti ijesztett egy ugrásra, Kaló föl is ugrik. Így van, ez kiállítás. Így van. 2 perces kiállítást kapott a vendégek 20-as mezben játszó játékosa, Gogolová Vivien. Ez volt egyébként a mérkőzésen az első 2 perces, itt az első félidő 7. percében. Tehát 6-1 az állás, Zsolt Kriszti készülőtet a 7 métereshez, lássuk sikerül-e. Az ijesztés megvolt, ájjj, Petróci belenyúlt. Nem baj, nem baj, semmi baj, Zsolt Kriszti, semmi baj. Jó lesz ez, gyerünk lányok, hajrá Mohács! Egy emberként izgulunk ezért a Mohácsért most, hiszen a tét, hogy bennmaradjunk az NB1B-ben. Én azt hiszem ennek a mai mérkőzésnek, illetve majd a legközelebbi marcali elleni mérkőzésnek is ez lesz a tétje. Nádasdi kapta, nem tudta eldobni. Pusztai próbál bemenni, kevés sikerrel. Szép volt Bozsovics, ahogy szerelte az ellenfelet. Erdély vissza Bozsovicsnak. Nagyon nagy a lendület Bozsovicstól. Ott is van a gól! A hazai csapat gólszerzője, a 19-es mezben játszó Bozsovics Rita! Nagyon-nagyon szépen lopták el a labdát, majd játszották ki az ellenfelet Erdélyvel közösen, és jutott el a hálóig a Laszti. Hú, de szép volt! Jó volt nézni, hogy milyen összjáték van a két lány között. Nagyon jó, Bozsovics állította meg Csiszárt, nem tudott bemenni. 7-1 az állás. Ez az, Csupornak már rossz volt, amúgy is már szerintem belépett. Át kéne játszani a túloldalra, ott várja Zsolt Kriszti. Ajj! De kár érte, hogy kipörgött. Mekkora zicserünk lett volna. Hát Zsolt Kriszti ezt bevágta volna a hálóba szerintem. Egyértelműen az átjátszás jó Csupornak, és sajnos a gól is érvényes. Vendége gólszerző a 18-as mezben játszó Csupor Csenge. A játékvezető visszafújja az indítást, a középkezdést. Nem engedi csak úgy szaladni a lányokat a labdával. 9. percben járunk, 7-2 az állás. Kaló Zsófi, Erdélyi Kaló irányító pozícióban, ugye Erdélyi átlövő, széléről befut nekünk Rózsa Adrien, ő is megmutatkozik a pályán. Kalónak kimegy, jó tovább szélre, így van, Bozsovics nem tudja behozni, Kalónak játsza vissza egy ugrás, nem lehet továbbadni, sajnos ezt elléptük. Így van, elléptük, jó, kiejtette a kezéből Petróci, a játékvezető pedig visszafújja a labdát.
Petrociig, így van. Feljön Csupor közben a pályára. Vigyáztunk vele. Nagyon magas lány. Csupor. Csiszárnak. Egész át a másik oldalig. Csupor fut. Ugye keresztbe futásnak, zavarónak érkezett Pusztai. Lehet menni, Erdély pattogtathatja végig. Zsolt Kriszti, passzokra kell figyelni, az megvan, akkor jók vagyunk. Zsolt Kriszti, Erdély megpróbál bemenni, belemenés. Kár volt érte. Nem baj, csak így tovább. 7-2 marad. Vendégeink támadhatnak. Gogolová jött fölfelé. El is szúrta, hál' Istennek. Lehet vinni be, egészen Gyulai hangját hallva, kettesen kell beátvinni. Így is van. Ó, így van. 7 méteres. 7 méteres. Kalló Zsófi harcolta ki ezt a hetest nekünk, nagyszerű. Nézzük csak, Dietrich Zsófi fogja dobni. Remélhetőleg találat lesz a vége. Dietrich vagy Petróci, ugye ez most a nagy kérdés. Ahaj, na náhogy Dietrich! A 7 méteres gólszerzője a 13-as mezben játszó Dietrich Zsófia! Na náhogy Dietrich! Hát egyértelmű, Gyulai le is pacsizott vele itt a kis padnál, megköszönte ezt a gólt Dietrich Zsófinak. Nagyon jó, nagyon jó! Lehet menni. A vendégeinket végig kell védeni, nem lehet hagyni érvényesülni a beállósukat. Így van, Bozsovics, de szépen nyúlt bele! De szépen nyúlt bele, Bozsovics! Hagyni kellett volna, nem baj, így is jó! Bozsovics ugrik! Bele a kapusba, nem hiszem el! Azt a mindenit! Úgy de kár érte! Jó, Kaló, nagyszerű! Hát ezt elmondta nekem Gyulai az elején, hogy egy nagyon izgalmas mérkőzésnek nézzünk majd elébe. Ő erre számított, tudta jól, hogy ez a VKL-ese jó csapat, hiszen majd, hogy nem ismeri őket, mint a tenyerüket. Ugye nem olyan régen még Győrben edzősködött Gyulai László, de azt mondta, hogy ő elsősorban nem az ellenféllel játszik, hanem a saját csapatával. Mondjuk így, így helyes ez, így is kell lennie. Kapufa, nagyszerű. Pusztai Gréta lövése pattant ki a kapufáról. Tehát Gyulai elmondta, hogy ő ismeri őket, de ő nem az ellenféllel játszik, hanem a mi lányainkkal. Erdélyi, Kaló. Föl kell állni. Nyugalomra inti a mohácsi támadó csapatot, akik megindultak. 8-2, dehogy 6-2, mit beszélek én? 8-2 a 13. percben. Ijesztés. Majdnem, hogy passzívig fogunk játszani, ha jól látom. Zsolt Kriszti ugrik. Ajj, és ott volt Petróci. Hosszú indítás a vendégeknek. De hát ott van a kapuban Virág Bianca! Ho-ho! Hiába dobta Bárdi a kapura. Virág kivédte a szemét. Ajj, de szép volt. Jár a taps Virág Biancának. Erdélyi, Zsolt Kriszti, kis pattogtatás a fal előtt, Kaló, kiütik a kezéből, lopják a labdát a győriek, Gogolová volt az, aki belenyúlt. Nádasdi, Gogolová, egészen a szélig Csiszárnak. Nádasdi, Gogolová, még mindig. Próbálják, keresik a lehetőséget, de ha jó a fal, akkor nem lett gond. Ott is van! Ott is van Virág Bianca. Ha a falon átmegy, akkor is ott van nekünk Virág a kapuba. Erdélyi, Kaló, rá kell menni a falra, meg kell támadni a falat. Zsolt Kriszti, jó a bejátszás. Így van, 7 méteres, Háner Dórinak, köszönjük. Nagyszerű, Dietrich lesz az, aki dobja, ha minden igaz. Dietrich Zsófi sorakozik fel a hetes dobáshoz. Egyet már bevart, úgyhogy nem hiszem, hogy probléma lehet a következő. Na nézzük. Dietrich vagy Petróci, ugye hangzik el ismét a kérdés. Dietrich vagy Petróci? Állj, ez most Petrócié. Egálba maradnak, úgy látom. Egy hetes kimaradt. Kár érte. Nem baj, 8-2, a 15. percben járunk.
és a vendégeink támadnak, ugye a VKLS egy őr csapata. Megcsinálták a Cseh Bozsovicsnak, így aztán a vendégcsapat gólszerzője a 20-as mezben játszó, Gogolová Vivien. Sajnos. Ez nem gól. Marad a 8-3. Hosszú indítás. Vissza kéne menni. Jó, Kaló Zsófi, de szépen nyúlt bele. Zseniális volt Kaló belenyúlása erdélyi Bozsovicsnak. Majdnem elejtette, nem baj. Jó az átadás. Kaló ott van. Így lehet, hogy lehetett volna ugrani. Na nézzük, Rózsát. Nagyon-nagyon maga elé pattintotta le. Nagy zicser volt. Itt sajnos ez nem a hálóba jutott, hanem a kapu fölött száguldozott el a pattintott labda. 8-3 marad. A 16. percben vagyunk. Tényleg jó meccs, ahogy azt megígérte nekünk az elején Gyulai, tényleg jó meccs. Németh Klaudia közben, ugye a pályán. Vigyáztam. Aha, az úgy már lépés is lesz, így van. Gogolová hibázott. Szerencsénkre. Ez jó marad nálunk, hiszen a vendégekről Csiszáról ment ki az oldalvonalon. Háner, mellé, de kár. Zajlannak az események. Azt hiszem, hogy a mohácsi tévénézők is csak szinte kapkodják a fejüket. Annak ellenére, hogy az operatőrünk ugye követi a labda útját, azért van mit nézni, van mire figyelni. Nagyon-nagyon résen kell lenni, hiszen zajlik az akció, durva a mérkőzés. Mekkora csel, te úristen! Ha micsoda csel! A hazai csapat gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina! Hát micsoda csel volt, könyörgöm! Hát konkrétan Petróci ette. Nagyon jó. Csak így tovább. 9-3. Zsolt Kriszti megetette Petrócit a saját kapujában. De szép volt. Vigyáztam. Virág Bianca! Még egyszer! A hazai csapat kapujában az 1-es mezben Virág Bianca! Hú, de szépet védett egymás után kétszer Virág. Dietrich, Kaló. Időt kért a hazai csapat. Azt a mindenit, azt a mindenit. De szépet védett Virág Bianca. Remélhetőleg, hogy a mohácsiak közelebb jönnek, hát ha tudunk hallgatózni egy kicsit az utasításra. Nem menjünk különösségesen, és mögötte maradjunk nagyon-nagyon szállt a védekezésbe, hogy a beálló az egyetlen fejbe, ha ez a magaslánc szűke van bent, figyeljetek a fölíverésekre, jó? Hogy ne ideig oda fölétek be a labdát, legyen fönn a mancsokra, jó? Játszunk hosszú-hosszúval, és azokból gyerekek, ketteseken csúfi, ott lehetne nagyon sokat egyegyezni, jó gyerekek, ketteseken, oké? Okay? Tehát hallhattuk, hogy az egyegyezésre hívta fel a figyelmet Gyulai, illetve arra, amit ugye már mindjárt az elején én magam is kiemeltem, hogy nagyon-nagyon magasak az ellenfél játékosai, ezért aztán vigyázni kell azzal, hogy könnyedén ejtik be a fal mögé a labdát. Erre kell nagyon figyelnünk, de hát szerintem nem lesz ezzel probléma. 9-3, és mi nálunk van a labda, mi folytatjuk az időkérést követően. Azt követően, hogy Gyulai eligazította a csapatot a hallottak alapján. Na lássuk, Erdély! Kaló. Dietrich fut. Közben, ha jól látom, akkor feljött nekünk Menyhely is. Játékban így van. Ezért mondjuk én biztos, hogy benyúltam volna egy lapra. Ez legalább egy lap vagy egy kettő perc lett volna. Ezért a maga viseletér. Na nézzük. Dietrich ugrani kéne, nem tud bemenni. Eltolta Bárdi Dietrich Zsófiát, így aztán eladott a labda. Így van, lépés volt, nagyon helyes. Jogos a sípszó, ellépték. Bozsovics, Dietrich, 9-3 még mindig, Kaló. Erdélyi, az első fél idő 18. percében vagyunk. Kaló, Erdélyi, Kaló, Dietrich, Bozsovics. Most már lassan mindenkinél volt a labda, lehet megkezdeni az akciót. Hoppá, ez 2 perc, ez akárki akármit mondhat, így van. 2 perces kiállítást kapott a vendégek 13-as mezben játszó játékosa, Nádasdy Nikolett. Remélhetőleg nem úgy járunk, mint ahogy volt egy mérkőzés, már nem is tudom melyik, hogy sajnos annyira agresszív volt a vendégek edzője,
konkrétan arra utasította a lányait, illetve a harcosait, játékosait, hogy mindenféleképpen, ha kell, okozzanak sérülést nekünk, csak ne tudjunk gólt dobni. Reméljük, hogy itt most nem ez a feladat, legalábbis a lehúzást illetően, ahogy láttam. Jaj, de szép volt! A hosszúba ijesztettünk, és a rövidbe találtunk be. A hazai csapat gólszerzője a 19-es mezben játszó Bozsovics Rita. Nagyon-nagyon szépen csinálta meg Bozsovics a cselt, ráijesztett Petrócinak a hosszúra, ő meg is ette, és nem volt más, mint csak beilleszteni a rövidbe. Húj, de szép volt! Győri támadás, lássuk! Bal széléről jönnek, hosszú is lesz a hosszúba, szó szerint. Német Benigna lövése volt, hosszú. Jól fogta a szöget Virág Bianca. 10-3. Erdélyi kaló, lehet támadni, Dietrich nem tudja bevinni. Ap, az lenn is maradt. Lehet, hogy azért megint elő lehetne venni esetleg egy lapocskát. Ugye Bárdi Fruzsina volt, nagyon-nagyon erőszakos Dietrich Zsófival. Látszott, ahogy lenyomják, a gerince egyből fájt. Nem mondom, hogy nem vennék elő egy lapot vagy egy 2 percest. De biztos vagyok benne, hogy lehetne ezért adni. Mert ahogy lerántottál Dietrich Zsófit, látszott, hogy a gerince után nyúl, szó szerint. De ha már lapot nem kap a játékos, vagy 2 percet, akkor legalább vegyük a fáradtságot ugye a játékvezetőktől, hogy legalább rendre utasítsák Bárdi Fruzsinát, hogy miért nem szabad így viselkedni. Reméljük, hogy nem lesz komoly a probléma. Közben Gyulai igazgatja a csapatát. Így van. 13-as mezben Dietrich Zsófia. Dr. Szél Zoltán, a csapatorvos, és Szabó Gábor, a gyúró is beszaladt. Könnyei is kijöttek ennek a kislánynak. Közben gyorsan egy törlést kérnek a játékvezetők. És ahogy ez megtörtént, folytathatjuk a támadást. A mérkőzés kereken 19. percében áll a játék. 10-3-as vezetésnél. Bozsovics. Fut már kerék, zavarónak, kaló, erdélyi, most már el kell kezdeni nekünk is menni a falra, így van. Erdélyi, ki a jobb szélre, bele a kapusba, sajnos Menyhelyi Petróci lábát választott a célpontnak, nem pedig az üres lészt, nem baj. Nem olyan régóta játszik egyébként Menyhelyi a felnőttek között. Azért még több van előtte, mint mögötte a felnőtt csapatban. Erdélyi. Szép is volt, Erdélyi jól fogta Németet. Német. Ugrik a Győr, így van. Vendége gólszerzője a 25-ös mezben játszó, Csiszár Klaudia. A játékvezető a gyors indulást visszasípolja, megfékezi a lendületünket. 10-4. 10 perc van még vissza az első félidőből. Itt a Mohácsi tér VKLS-e Győr találkozónak első félidejéből. 10-4-es vezetésnél Bozsovics, kaló, Erdély fut. Zsolt Kriszti, nem lehet kijátszani a szélre Menyhelyinek. Ott van a másik szélen Bozsovics, jó a betörés, végig kellett vinni. Belemenés, ezt nem is értem. Ezt nem tudom, hogy volt belemenés, de na mindegy. Abszolút belülvédekezés volt. Szépen állították meg közben Nádasdit. Szerintem ez abszolút belülvédekezés volt. Úgy látom, hogy Dietrich Zsófi közben feljavult, nem lehet akkor olyan komoly a gond, a baj. Gyula is értetlenkedik, szólt is a versenybírónak, Újvári Lászlónak, hogy ő hogyan látta az elmúlt pár perc történéseit, eseményeit. Fölé, így van. Pusztai Gréta tette fölé a labdát. Erdély pattogtathatja végig, kalónak jó, majdnem kiesett.
Jaj, a lepattintott, már nem jut el Bozsovicshoz. Nem baj, nálunk marad, játékvezetői ítélet. Megpróbálkozik a reklamálással Csomor Tibor, a vendégek edzője is. Széttett kézzel konstatálja Bujdosó ítéletét. Erdélyi, kellene a lövés lassacskán. Aj, ott be lehetett volna szerintem ezt vinni Zsolt Krisztinek. El kellene vállalni. Be lehet vinni Bozsovics. Au. Reméljük azért a hangom nem megy el. Petróci a kapuból. Nádasdi. Nádasdi, Pusztai megpróbálkozik. Viszont a Nádasdinak Nádasdi lő, és ott is van sajnos. Vendége gólszerzője a 13-as mezben játszó Nádasdi Nikolett. Nagyon gyors ellentámadás, megvan! A hazai csapat góllövője a 10-es mezben játszó Kaló Zsófia! 11-5 az állás a mérkőzés 23. percében. Nagyon jó. Közben a bal szélen megjelent ugye Reider Vivien is a játékban. Német. Nádasdi. Német. Nádasdi. Egy kis passzolgatás. Bia mozdul ki. Így van, szép volt. Jól fogta meg nekünk Németet. Nem is tudott átmenni a falon. Csuporra nagyon kell vigyázni, mert beállósként túl jó. Kezeket fönn a kezek, egy-egybe lehet menni, így van. Ebből lap lesz. Sárga lapot kapott a hazai csapat 5-ös mezben játszó játékosa, Erdély Bianca. Ez a második sárgánk a találkozó folyamán. A vendégeinknek ugye 3 van ebből is. 11-5 vendégtámadás. A Győr jön, Nádasdi megpróbálja, Virágnál beakad, de marad a labda a vendégeknél. Nádasdi fölé, így van. Muszáj volt dobniuk, hiszen lassacskán passzívba léptek. Kénytelen volt ellőni. Hál' Istennek, hogy fölé, és hál' Istennek, hogy elkapkodták. Visszajött Dietrich Zsófi. Kiheverte az iménti pillanatok fájdalmait. Remélhetőleg éppen egészségesen tud játékba lendülni. Dietrich, Zsolt Kriszti, Dietrich irányítóként megy befelé. Tovább ki a jobb szélre, Menyheinek nem jó. Nem tudta már megmenteni. Nem tudta már megmenteni. Nem tudom, hogy ki lehetne még jó esetleg nálunk a jobb szélre támadásnál, ugye. Nem mondom, hogy védekezésben nem jó Menyhei, de támadásnál lehet, hogy ennél talán egy picivel több kell. Nem mondom, hogy rossz játékos, mert nem rossz, de azért azt hiszem ezen a találkozón egy picivel több kell. Gogolová kéri, nem kapja meg Pusztaitól, mert lefogták. Gogolová. Közben helyet cseréltek, ugye átjött átlövőnek. Vendéggól. Vendége gólszerzője a 18-as mezben játszó Csupor Csenge. 11-6 az állás. És kereken 5 perc van vissza még a találkozó első fél idejéből. Dietrich, Zsolt Kriszti. Kaló Menyhelyi cserélik le, Rózsa Adrien jön be a helyére, a jobb szélre támadásnál egyelőre. Dietrich ugrik, és belenyúlt Petróci, nem baj, jó volt ez. Kell fordulni, mert már ott vannak a nyakunkon a győriek. Jó, Virág Bianca, Pusztai Gréta dobását fogta meg, Kaló visszaéheti végig ki, ott van Rózsa a szélen, Rózsa beesik, kapusba, ajj, Petróciba dobta. Rózsa, nem baj. Nem baj, Adrien. Menni kell tovább. Hajrá, lányok, hajrá, Mohács. Nyugodtan kiabálhatjuk, akár a tévé készülékek előtt ülve. Talán a szomszédok is megértik, hogy mi az izgalom tárgya, hogyha felkiabálunk a tévé készülék előtt. Gogolová. Német. Csupor. Vissza Németnek, átfutás Gogolová ki a szélre, szélét kell fogni, ha a rövidet nagyon fogtuk, a hosszúra nem figyeltünk. Vendége gólszerzője a 25-ös mezben játszó Csiszár Klaudia.
Rövidet jól fogta most Virág, hosszúra azonban kevesebb figyelmet fordított, így lehet az, hogy már 11-7 az állás. Mi támadhatunk? Ditri! Azaz, Ditri! Jó volt ez. Föl kell kelni. Zsofi! És menni kell tovább. Kaló. Ditri. Zsolt Kriszti. Vissza Dietrichnek, be lehet vinni, hopp, megint lerántották. Előkerülhetne most már azért a lap, nagyon-nagyon előkerülhetne. Tanácsolom a játékvezetőknek a sárga lap, mint olyan eszköz használatát, fegyelmező eszköz használatát. Zsolt Kriszti próbált közben bemenni. Meg kell fordulni, mert már itt vannak a győriek. Kaló fogja meg, így van. Jó volt a blokk német ellen. Német, Bogolová, német, Csupor, játszhatják a labdát a győriek. Csupor megpróbálta, így van, nagyon helyes. Nem lehet menni, nem lehet, de jó lehet az még. A hosszú indítás követően ott a gól, a gólszerző pedig a 8-as mezben játszó Rózsa Adrien. A jobb széléről, szép volt. Egyszerűen tombol Gyulai a kispad előtt Rózsa Adrien lövésére. Kétszer is emelte ökölbe a kezét, hogy szép teljesítmény volt. Hát hiába, egy jó edző biztatja a csapatát, nem csak leszúrja. Gyulai ezt alkalmazza. Jaj, Dietrich! De szépen lopta! Jó az átjátszás, végig mozogni! Ez durva volt! Ez nagyon durva volt! Így van! 2 perces kiállítást kapott a 26-os mezben játszó német Claudia. Annyira durván lökték Kalót, hogy lenni is maradt a földön. Már fut is be Szabó Gábor gyúró és dr. Szél Zoltán csapatorvos. Megnézik, hogy mi történt. Ez abszolút abszolút a levegőben lökés, és ugye már kiabálják be közben itt a hátam mögött a nézők, akik ott voltak a Szekszárd elleni mérkőzésen, hogy ugyanezért, a húzásért. Mi pirosat kaptunk, amikor mi is így viselkedtünk. A taps pedig egyértelműen a 10-es mezben játszó Kaló Zsófinak szól. A 7 méteresre pedig Zsolt Kriszti készülődik. Lássuk! A jelmondat úgy hangzott, hogy nyugi, sugi. Meg is van az eredménye. A 7 méteres gólszerzője a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. A nyugi-sugi mondat bejött a nézőtérről. Így aztán a gól is megvolt Zsolt Kriszti részéről. 13-7 az állás, a mérkőzés 29. percében vagyunk. Alig több van vissza, mint egy perc. Kapufát lőtt nekünk Csiszár. Megy a harc a labdáért, vissza kell érni. Védekezésre, nagyszerű, nem tudott bemenni Reider. Csiszár, már a vendégek edzője Csomor Tibor reklamál a saját játékosainak, hogyha egyszer végig lehet vinni, akkor miért nem viszik végig. Nagyon jó, meg kell állítani. Nagyon jó a védekezésünk egyébként, ami itt a mai meccset illeti. Vendége gólszerzője a 18-as mezben játszott Csupor Csenge. Tehát ettől a góltól eltekintve szerintem nagyon jól védekezik a csapatunk. Ritkán látni őket ennyire jól összeállva, védekezve. Mérkőzésről mérkőzésre mindig szétcsúszik a falunk. Dietrich, hogy de bevitte! Hát de bevitte ez a lány! A hazai csapat gólszerzője a 13-as mezben játszó Dietrich Zsófia! Hogy bevitte? Átverte az egész győrt egy az egybe. Húj, de szépen csinálta. Jó! Gyomros volt. Elérkeztünk az első félidő végéhez. 14-8 az állás. Mindjárt jövünk vissza a folytatással. Tehát, ahogy ígértük, kezdődhet a második félidő. Jelenleg 14-8 az állás. Ugye a
mohácsi lányok vezetnek itt a VKLS-e Győr találkozón. És mit kezdtük ugye a második fél időt? Zsolt Kriszti, erdélyi, Rózsa Adrien, ebben a kapusba, úgy látom kapuscsere történt a vendégeinknél. Nagyon-nagyon jó tempót, nagyon-nagyon jó ritmus diktáltunk a találkozón ez idáig. Remélhetőleg, hogy ez így marad továbbra is. Vendége gólszerzője a 14-es mezben játszó Bárdi Fruzsina. Tehát nagyon-nagyon remélem, hogy megmarad ez a lendület. Ez a technika nem fog megtörni. 14-9 a mérkőzés eddigi mérlege egyébként. Kettős sárgalapot kaptunk mi, hármat a vendégeink. Illetve volt 3 darab 2 perces kiállítása a vendégeinknek. És mondjuk úgy, hogy a büntetőkből ennyi eddig. És messzhúzás belefér. 14-8. Nem is tudom, hogy kell-e még bármit is elmondani a mérkőzésre, azon kívül, hogy nagyon-nagyon jó kis meccs. És kicsit beszélgettem az itteni szurkolókkal, és ők is azt látják, amit egyébként szerintem a tévénézők is, hogy nagyon jól védekezünk. Akivel itt is van a gól! Hazai csapat gólszerzője, a 10-es mezben játszó Kaló Zsófia. Tehát magában a védekezésben szerintem feljavultunk erre a mérkőzésre. Tényleg nagyon jók vagyunk. 15-9. A támadásaink is rendre góllal zárulnak. 7 méteresünk is volt, ugye 3-ból 3-at beraktunk, aztán 2-t kihagytunk sajnos. Így lett az 5-ből 3 találat, 2 hiba. Nem baj, elkeseredésre természetesen nincsen okunk. Jó meccs ez. Vendégek lőnek, sajnos gól. Vendége gólszerzője a 25-ös mezben játszó Csiszár Klaudia. Jól látom, akkor a vendégeknél Szalai Evelin került be a kapuba. Ő váltotta Petrócit, aki egyébként nagyon jól védett az első fél időben a kapott gólok ellenére. Szép, szép, nagy darab kapus jól kitöltötte a hálót. Csupor. Vigyáztam. Jó, nagyszerű, hogy mellé ment, lenni is maradt valamiért. Csiszár Klaudia. Támadásban vagyunk, meg kéne állítani. Bozsovic. Jó, most kell befújni. Így van. Szalad is. Vendégek gyúrója. Nem tudni, hogy mi volt, vagy mi történt Csiszár Klaudiával. Annyira gyorsan történt. Azt láttam, hogy a földre kerül. Talán belenyúltak a szemébe, nem hiszem. Fölsegített Erdély Bianca, sportszerűen így van, oda ment, segített neki. Szerencsére nem volt nagyobb szükség ápolásra. Na nézzük. Gogolová hozta fölfelé a labdát. Német. Német, csupor, német, majdnem jó volt a vendégeknek a bejátszás. Kaló nyúlt oda nagyszerűen, és ütötte ki a labdát. Kaló, jaj, de kár, júj, benne volt csupor, Kalónak egy kicsit a kezéről. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez a labda csuporról hagyta el a játékteret. Szerencsénkre a játékvezető maga biztos ebben a hitben. Erdélyi. El kell kezdeni támadni a falat. Azt eladtuk, kár volt érte. Jó, hosszú, így van. Gyorsan Virág összeszedi a labdát, és indulhatunk újra. Remélhetőleg most már azért eredménnyel. Erdélyi ugrik, fölé. Nem szabadna, nem baj. Szalai gondolkozik. Tanácstalan, kinek lehetne adni a lasztit. Csupor. Német. Megyünk a széle felé, ugye Gogolová és teljesen a szélén. Ott van Csiszár. Gogolová. Német. Erdély kifut rá. Jó. Reider közben szólt. Falba dobták. Jó. Ez szerintem belemenés volt, de mindegy. Virág Bianca. Majd Virág Bianca rend, megoldja. Hopp. Csúnya volt Csiszártól. Lehetett volna adni valamit érte, talán. Erdély jó játsza be Hánernek,
Áner meg a kapusba, Szalai Evelin belő ki, de a szabálytalanságira 7 méteres a miénk. Bárdi állt értetlenül a döntés előtt, lássuk, hogy Zsolt Kriszti hogy oldja meg a 7 méterest. Így van, 7 méteres gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. Jól oldotta meg a feladatot Zsolt Kriszti. Ezzel is javította a 7 méteres arányait, ugye ő 4-et dobott eddig. Ebből csak egyetlen egy nem ment be. Abba belenyúlt ugye Petróci még az első fél időben. Virág, Dietrich, hosszú indítás lehet Rózsának, Rózsának jó, ott is van! Ott is van! Gyönyörű indítást követően a gólszerző a 8-as mezben játszó Rózsa Adrien. Megállította a játékvezető az órát. Frissen fésült, fodrásznál járt játékvezető Fessúri ember. Eleresztett egy modellmosolyt a lányoknak. Csupordol a kapura. Virág pedig elkapja, Dietrich, Bozsovics, lehet jönni befelé középre, átjátszás Johannernek pattan ugyan, de ott van kapufáról! Hazai csapat gólszerzője, a 14-es mezben játszó Háner Dóra! 18-10 az állás, ami második félidő 7. percében járva. Csupor. Német. Csupor. Gogolová. Csiszár. Csupor, háló, sajnos. Vendége gólszerzője, a 18-as mezben játszó Csupor Csenge. Lehet menni ellenük. Jó! Jaj, benne volt a kapus! Hát benne volt a kapus! Úristen! Hazai csapat gólszerzője, a 8-as mezben játszó Rózsa Adrien. De ebbe bizony benne volt nekünk Szalai Evelin. Abszolút benne volt nekünk Szalai. Húj, de szép volt! Gyönyörű gól. Konkrétan Gyulai elkezdett tapsolni, és megtapsoltatta a hazai közönséget is. Végig tapsoltatta velük. Na, lássuk az ellenfél támadását, Német. Volt egy csere, Gogolovát közben lehozták a pályáról, ugye Pusztai jött a helyére. Német, Pusztai, ki a szélére, Csiszárnak már magas. Kár volt értene. Már ami a vendégek szemszögéből illeti, ez egy jó támadás lett volna nekik, kihasználhatták volna, a mi szerencsénkre nem így történt. Lejön Háner Bozsovics, jön föl helyette Kerék és Erdélyi. Zsolt Kriszti, Kaló. Mozogni kell, nem lehet állva várni a labdát, ugye? Ezt végig jól csináltak a lányok, mondjuk ez Keréktől egy kicsit hosszú volt. Vegyük figyelembe, hogy Kaló Zsófi alacsony növésű, nem lehet neki nagy labdákat lövöldözni. Pusztait állították meg közben. Német. Vendégeink támadhatnak. Össze kell állni a falnak, nem lehet hagyni dobni őket. Nem is szabad hagyni bemenni, ebből időkérés lesz, így van. Időt kért a György csapata. Lehet, hogy egy kicsit hallgatózhatnánk, hogy a Győr mit mond, hogyan utasítja a játékosait, nem biztos, hogy halljuk. Én nem tudom, hogy mennyire hallatszott, az biztos, hogy Csomor Tibor arra utasította a játékosait, hogyha már ott van kint a szélen a labda, akkor legyenek kedvesek és menjenek be, tehát zavarjanak egyet befelé, és meg kell játszani a széleket, illetve hogyha már a szél befelé érkezik a labda, akkor azt sem szabad állva várni. Ugye pont ezt mondtam az előbb velünk kapcsolatban, hogy nem lehet állva várni a labdákat, szerencsére mi nem így teszünk, de most Csomor Tibornak is feltűnt, hogy a játékosaik eléggé várják a kezükbe a lehetőséget, nem mozognak. Ugye most is látjuk, hogy a jobb szélén Csiszár nem
kocog, nem mozog, állva jön a labda, így van. Most van nála, Csiszár ugrik, Virág pedig véd, kerék. Átejti, így van, Dietrichnek lehet menni, Zsolt Kriszti a bal szélen, Dietrich átlövő pozícióba, lehet jönni befelé, kiejti a kezéből, nem baj, így már igen. Vendégek támadhatnak, Csiszár kapja, Csiszár lő és sajnos gól. Vendége gólszerzője, 25-ös mezben játszott, Csiszár Klaudia. Nagy kár volt, hogy kicsúszott valahogy, kikotyogott Dietrich Zsófi kezéből a labda. Kár volt érte ez, a mi gólunk kellett volna legyen, így is a miénk lett, de nem éppen ebbe a felállásba, pozícióba gondoltam. Kaló, Zsolt Kriszti, kerék, Kaló, megjáratjuk. Hadd csúszson az a győri fal, hadd essen szét, Zsolt Kriszti be is viszi azt a mindenit! Hazai csapat gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina! Húj, de szépen verte át a falat! Elhitette, hogy bemegy középre, mindenki megette, és ő csak egy elegáns mozdulattal vissza a bal szél felé mozdult, és be is dobta. Húj, de szép volt! Jó látni az ilyen testcseleket, az ilyen akciókat, ennél szebbet nem is kivált az ember. Vendégek szereztek gólt. A vendége góllövője, 25-ös mezben játszó Csiszár Klaudia. Eladtuk az indítás jogát, 20-13. Kerék nyúlt oda. Gyulai emelte fel a hangját, hogy Kerék figyeljen már egy kicsit. Kerék Dominika, ne legyen már makacs. Ez a játék, ez csapatjáték. Erdély fogja közbe a támadást. Csupor, német ijeszt, bemegy. Részben hozzáteszem, szerintem ez már lazán lépés lett volna, a játékvezető fegyelmezi Kerék Dominikát. Talán részben még Dietrichnek is odaszólt. Csupor, német. Pusztai. Pusztai megpróbál bevinni. Így van, ellépte, nagyon helyes. Jó a sípszó. Jobb szélén fut nekünk Rózsa, senki nem figyel rá. Nagyon kár, hogy senki nem vette észre. Reider jött föl közben a vendégektől a pályára. Kaló. Csomor emelte föl a hangját. A játékosait utasítja rendre. Zsolt. Háner. Be is kell állni gyorsan a pozícióba, ugye ő a beállósunk. Egy kis messzhúzás. Jó, így van. Hát ezért így van. Így van. Akartam mondani, hogy ezért laza hetes lehet nyomni. Megpróbált egy baráti pacsit kiharcolni Reider Vivien. Nem fogadták ezt a mohácsi lányok. Na nézzük, Zsolt Krisztián szemben a kapuval, ugye Szalai Evelin. Nézzük, Zsolt Kriszti hetese. Ott van, így van. 7 méteres gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. 21-13 a mérkőzés állása. A 12. percben vagyunk, ugye ez már a második félidő, amiben járunk a rangadóban. Mohácsi Tie, VKLS egy őr, 21-13. Remélhetőleg ugyanilyen szép gólkülönbséggel tudunk zárni. De tényleg nagyon jól játszanak a lányaink. Nem azt mondom, hogy a Győr játszik rosszul, azt mondom, hogy a lányaink játszanak nagyon jól, de tényleg jól. Rendesen élvezhető a ma esti mérkőzés. Megérte kilátogatni ide a városi sportcsarnokba. És tényleg elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sokan is jöttek ki, közben eladták a győriek a labdák, tő az indítás, Kaló lehalászta, Rózsa összeszedi, így van, marad nálunk. Kár, hogy Kaló belenyúlt, ha fölnézett volna Kaló, akkor láthatja, hogy ez a labda Rózsáé, és simán lehetne nyomni, közben a hazai nézők inzultálják a játékvezetőt, beleférezés, a jegyükért megvették az inzultálás lehetőségét, a kérdés az, hogy a játékvezető hogyan reagálja le, de szerintem neki inkább a játékra kell figyelni. A Dietrich, Kaló, Bozsovics, nagyon fürgén mozog, nagyon gyorsak a lányaink. Háner próbál lefordulni, 7 méteres, na miért nem? Ez szerintem egy hetes lehetett volna, szerintem simán, na mindegy. Mosolyog is rajta Háner. Egyet az ítéleten, miért nem, meg pacsizik gyorsan egyet a vendégekkel, Bárdi Fruzsinával. Támadást eladtuk, marad a 21-13. Német. Rossz volt a passz nekik, így van, nálunk a labda, kapuból Virág, Dietrich.
kell vinni fölfelé. Így van végig, ott van. Kaló segítette Dietrich munkáját, Rózsa Adrien. Vissza Kalónak, na most kell kicsit... Így van, ahogy halljuk is Gyulai utasítását, most kell egy kicsit lehiggadni, és rábillenni a támadásra. Lehet kezdeni. Dietrich. Bozsovics. Dietrich támadja a falat, lábra ment. Szerencsénk van, hogy megszólalt a játékvezető is így. Így marad nálunk. Na nézzük. Meg kell pörgetni egy picit, hogy a Győr ne tudjon szuszhoz jutni. Így van, ott is van! Jó, de jó volt. Kárhogy fölé, nem baj Zsófi, jó volt ez. Dietrich lövése ment egy picit a győri kapu fölé. 14. percben járunk, 21-13. Vendégtámadás. Reider. Nádasdi. Reider. Pusztai is fut meg. Csiszár is. Nádasdi lő. Hálóban a labda. Vendége góllövője a 13-as mezben játszó Nádasdi Nikolett. Lendületünket mindig vissza kell fújni. A játékvezető veszi a bátorságot és mindig visszafújja a kezdőkörre a labdát. Elkezdtek tapsolni a mohácsi kispadról, és azonnal bekapcsolódtak a nézők is. Kell a biztatás, jaj, de kapufa! Szép volt ez! Jó volt az a lökött labda, mert ez nem is dobott labda volt, hanem hogy lökte Dietrich. Na gyerünk, adjuk azt a vastapsot a lányoknak. Kaló próbál fölmenni, nem sikerül, elakad a falban. Bárdi Fruzsina védte a győrieket. Kaló, meg kell próbálni bejutni. Pattintás majdnem jó. Dietrich jól vette észre, hogy Kaló megpróbálja bejátszani. Na gyerünk, passzívba léptünk, lövés kell. Kell a lövés, passzívban vagyunk. Azonnal el kell lőni, nem érünk már rá passzolgatni, mert el fogjuk veszíteni a támadást. Na nézzük. Dietrich ugrik fölé. Mondjuk ezt, hogy ugrik, ez egy kicsit enyhe túlzás volt. Ne nevezzük ezt ugrásnak. Lehet, ha ugrott volna, akkor nem fölé megy, hanem lejjebb tudja billenteni csuklóból. Pusztai. Gól. Vendége gólszerzője a 22-es mezben játszó Pusztai Gréta. Kis lökés. Lökés, csúszás. Minden belefér. Sőt, mi több, még Erdélytől a mosoly is. Erdélyi. Kaló. Dietrich. Bozsovics fut. Lehet támadni a falat, Bozsovics már bent van. Dietrich, állj, kiejtette Dietrich a kezéből. Vakszott annak a kislánynak. Már nem is tudom, talán a harmadik vagy negyedik labda volt, ami valahogy kiesett a kezéből. Vakszott vagy szöges kesztyű? Tehát, nézzük csak. Hazai csapat gólszerzője a 10-es mezben játszó Kaló Zsófia, és egy 2 perces kiállítást kapott a vendégek 22-es mezben játszó játékosa Pusztai Gréta. Ezzel 4-re nőtt a vendégek 2 percese, 4 alkalommal kaptak már ilyet, illetve van ugye még 3 sárgájuk. A mi mérlegünk a büntetések tekintetében 2 darab sárgalap, és ennyi. Vendégek támadhatnak. Nézzük. Reider. Ott várja már. Nádasdi nagyon mögé futott, nem lett volna jó semmiképpen, ez viszont jó lehet nekik. Nádasdi lő hosszú, így van. Jó helyen állt nekünk Virág, nem volt alkalma hálóba találni Nádasdinak. Dietrich, jaj, de jó lett volna, ha nem lesz belemenés a vége. Ezt le kellett volna horgászni, így is jó, így van. Elloptuk a támadásukat, ha már elhibáztuk az előbb egy belemenése. Bozsovics a szélén, ott a gól. Hazai csapat gólszerzője a 19-es mezben játszó Bozsovics Rita. 23-15 az állás. A második félidő 18. percében a mohácsiak verik éppen rongyá a VKL-esét. Nagyon szép. Győri támadás. Reider mellé. Köszönjük szépen.
Szerintem, hogy a Csiszár elvállalja, akkor ez most vendéggól. A hazai csapat kért időt, Gyulai letette a T betűt, időt kért ezzel a csapatának. Kíváncsi lennék ilyenkor, hogy mire utasítja vajon a játékosait. Megpróbálok én hallgatózni, illetve szájról olvasni, feltéve, ha nem áll végig háttal nekem. Illetve talán még azt is elmondhatom, néha egy kicsit berecseg a mikrofon, közben szólt az operatőr, hogy berecseg a mikrofon, nem tudom, hogy mi lehet a technikai hiba háttere. Reméljük, hogy megszűnik. Most jó? Kérdezem közben ránézve Jáger Vilmos operatőrünkre, ugye? Őneki köszönhetjük a remek felvételeket, azt, hogy eljut otthonainkba a tévékészüléken keresztül egy-egy mérkőzés. Nem tudtam, hogy ez a mikrofon probléma miatt nem tudtam figyelni Gyulaira. Nem baj. Remélhetőleg csupa jót mondott a lányoknak. 23-15 és a mérkőzés 16. percében állunk, ugye? Második fél időben. Egyébként november 29-én vasárnap lányaink elutaznak a messzi távolba, az FTC 2 ellen lépnek pályára. Illetve itthon legközelebb december 5-én játszanak, majd szombati napon, akkor majd a Marcali lesz az ellenfelünk. Remélhetőleg őket is ugyanilyen intenzitással, ugyanilyen tempóval tudjuk majd elverni. Ez az a bejátszott labda Reidertől. Nem volt sikeres, nem tudta elkapni Nádasdi. Így hozzánk került. Azt a mindenit! Hazai csapat gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. Hát majdnem egy akkora csúnyát mondtam itteni felindulásomban, hogy micsoda gól volt. De szép volt Zsolt Kriszti. Úgy bevágta, hogy szerintem a hálót utána be kell foltozni. Esküszöm. Kiégett a háló. Azt tuti. Vendégtámadás. Reider. Nádasdi próbálta meg, nem sikerült. Bárdi fut vissza a labdáért. 24-15, már lassan 10 gól lesz a különbség, ha ez így megy tovább. Nádasdi, Reider, Nádasdi beviszi, sajnos gól. Vendégek gólszerzője a 13-as mezben játszó Nádasdi Nikolett. Míg egy 2 perces kiállítást kapott a hazai csapat 5-ös mezben játszó játékosa, Erdély Bianca, és ezzel be is gyűjtöttük akkor az első 2 percesünket a mérkőzés folyamán. Figyelj! 24-16, emberhátrányból kell játszanunk, remélhetőleg csak mi lövünk gólt. Rózsa megpróbált betörni. Német azonban megállította. És ha ez nem lett volna elég, akkor megállította a játékvezetés. Dietrich, mekkora csel volt, de úristen! Hát mekkora csel volt! A hazai csapat gólszerzője, a 13-as mezben játszó Dietrich Zsófia! Jó, fölé, így van. Csiszár Klaudia helyezte a kapu fölé a labdát. 20-16 az állás, a 21. percben vagyunk. Dietrich Zsófia fenomenális játéka van szerintem a mai mérkőzésen. Elmondhatjuk, hogy amit látunk, az csodálatos. Minden egyes meccsen így kellene játszani, de nem csak neki, a többieknek is. Hozzáteszem, a mai meccsen talán a többiek is majdhogy nem a maximumot nyújtják. Most próbál éppen betörni Zsolt Kriszti, akit Márdi Fruzsina blokkolt. Na nézzük! Dietrich, Zsolt Kriszti, Bozsovics. Folyamatosan mozogni kell, erre utasítja harcosai Gyulai. Dietrich. Aj, de szépen szedte össze Bozsovics! Így van. Ez bizony 7 méteres belülvédekezésért. Nagyon szépen szedte össze Bozsovics Rita a labdát, és tökéletesen kivitelezte a kapura lövést, és miután belülvédekezés volt így a 7 méteres, amilyen, na lássuk,
Zsolt Krisztinek megy a taps a 7 méteresért. Ott is van a 7 méteres gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. Ez az, Kriszti húzza a formáját, hozza azt, amit elvárunk tőle, és amit szerintem saját magától ő maga is elvár. Egy ugrás a vendégektől, a vendégek góllövője, a 21-es mezben játszó Reider Vivien. Reider talált a hálóba. 26-17, nincs sok hátra, mindössze 8-9 perc, és vége van a mai találkozónak. Itt a 10. fordulóban ugye a Mohácsi TV KLS-e Győr csapata küzd, éppen harcol, válvetve 26-17-re speciál épp győzelemre állunk. Dietrich nem tudta már kiadnia, maximum csak a kezéből. Visszafújták Szalaiig a labdát. Ki kell védekezni, meg vagyunk közben, ugye? A 2 perces büntink lejárt, amit Erdély szedett össze magának, úgyhogy most már 100%-osan egységben a csapat. Lehet menni. Pusztai. Jó, ott is volt a lövésben Gréta. Vendége gólszerzője a 13-as mezben játszó Nádasdi Nikolett. 26-18, kár, hogy nem figyeltünk a kipattanóra. Dietrich dobta bele Szalaiba a labdát. De marad nálunk továbbra is. Na nézzük, Zsolt Kriszti, Dietrich. Lehet támadni a falat. Zsolt Kriszti. Mehetünk. Kaló. Elindult a tapsa, hogy az most már a mérkőzésen szinte folyamatosan. Hoppá! Azért Pusztai csúnyán pattintotta le Dietrichet a földre. Ma, amit kap ez a kislány, köszönöm szépen, én ebből nem kérnék. És ahogy hallhatjuk, csak a taps, csak a taps. Dietrich megy be megint a falba. Nagyon-nagyon nagy harcolás, harcolni akarás, vágy van ebben a lányban. Kaló. Jó az átadás, kerék, gyönyörű volt, fenomenális. Egy nagyon szép átadást követően a gólszerző, a 22-es mezben játszó Kerék Dominika. Egy nagyon-nagyon szép, brilliáns átadást láthattunk Kalótól, amit Kerék ki is használt, és a hálóba jutott a labdát. Marad nálunk a labda, lehet menni. Bozsovics kapja a bal szélen. Már csak durván lehet megállítani, így van. Így van, és a 2 perc is jár, így van. Tehát nézzük, csak így van. 2 perces kiállítást kapott a vendégek 22-es mezben játszó játékosa, Pusztai Gréta. Pusztainak ez volt már a második 2 percese. A 7 méteresre pedig Zsolt Krisztina készülődik. Nézzük. Eddig 3, 4, 5, 6-ot dobott be, 5-öt dobott be Zsolt Kriszti. Itt is van a 6. 7 méteres gólszerzője, a 21-es mezben játszó Zsolt Krisztina. Egyetlen egyet hagyott ki a mérkőzés folyamán Zsolt Kriszti, egyetlen egy 2 méteres, azóta azonban zsinórba vágja a hálóba ezeket a büntetőket, ezzel büntetve a Győrt az ilyen és ehhez hasonló viselkedésekért, mint amit Bozsovicsal elkövettek éppen az iménti percekben. Győri támadás. Reider. Nádasdi kéri, nem kapja a csuportól. Reider viszi végig. Ki a bal szélre, jön vissza Reider. Csupor kéri, megkapja. Reider. Most már sok lesz a passzból. Lassan passzívba mennek. Nem szabad bántani. Nagyon helyes. Fed Bianca is velünk van szerintem, ha már így kihagyta. 28-18, 10 lett a különbség az eredményben a két csapat között. 6 perc, mit 6, lassan már csak 5 perc van vissza a találkozóból. Háner, Zsolt Kriszti, lehet menni. Kaló, jó a bejátszás Keréknek. Hárman gyilkolják azt a lányt, hárman gyilkolják, és még így sem bírtak bele. A labda pedig a messzhez tapadt, alig tudta leszakítani, annyira ragad a labda. Ezt most láthatták a nézők, hogy mennyire vakszos a labda. Bozsovics! Áj, de kár, hogy beléptünk. Húj, de kár! Nem a gól miatt, mert ugye az nem lett volna gól semmiképpen sem, de a dobás szépségét csúfította el a belépés. Húj,
Így van. Ezt egy kicsit eljátszották azért a győriek. Még marad így a labda, 28-18. Időt kért a hazai csapat. Hölgyeim és uraim, november 29-én vasárnap idegenben játszanak lányaink, akkor az FTC 2 ellen szállunk majd harcba, illetve legközelebb december 5-én szombaton itt a Városi Sportcsarnokban 16 órakor és 18 órakor a megszokott időpontokban a Marcali ellen kell majd megvívnunk a csatánkat, és remélhetőleg, hogy ugyanilyen fenomenális játékkal, mint amit láthatunk itt az este folyamán, és éppen ezért szerintem a taps szinte már lassan a meccs végéig járhatna is a harcos lányoknak, hiszen brilliáns a játékuk, és remélhetőleg majd a Marcali ellen is december 5-én ugyanilyen szépen játszunk. És mielőtt elfelejteném, a Motex KC harcosai is pályára lépnek majd 28-án itt a Városi Sportcsarnokban. A Harkány ellen küzdünk majd akkor. 28-18. Na gyerünk, nézzük. Kaló. Háner. Így van. Ugye biztattuk tapsra a közönséget. Kell is ez a taps jár ezeknek a lányoknak. Ajaj, ez Menyheinek a kezéből kipörgött. Így aztán már csak a levegőt dobta a kapura. Szalai pedig könnyedén védte a luftot. Csak hogy egy kicsit kis humorfaktort is csempészünk ebbe a mai fantasztikus, brilliáns játékba. Közben ugye a kapuban csere volt nálunk, Martinov Lilia az, aki beállt kapusnak, ugye Boros Martina helyére. Jó lesz ez, lassan passzívba megyünk, a játékvezető a sípját bűvöli. Kerék, hát ez durva volt, így van, valljuk meg, ez 2 perc. 2 perces kiállítást kapott a hazai csapat, 22-es mezben játszó játékosa, Kerék Dominika. Ez már akkor nekünk, a második 2 percesünk, van 2 darab sárgalapunk és 2 darab 2 percesünk a mérkőzésen. Ryder Vivien. Várták a jobb átlövő pozícióban várta a labdát, Pusztai nem kapta meg. Helyette viszont nekünk kedvezett a helyzet, hiszen így elhagyta a labda a játékteret, így mi mehetünk. Erdélyi, lehet menni. Ott a... De ott van, jól láttam. Nagyon jól láttam. Hazai csapat gólszerzője, az 5-ös mezben játszó Erdélyi Bianca. Fantasztikó. 29-18. 29-18. Dupla ökölrázással, mosollyal és tapssal bíztatja csapatát Gyulai László edző. Jaj, de gyönyörű! A hazai csapat kapujában, 12-es mezben, Martinov Lili! 29-18. 29-18. És már csak 2 perc van vissza. Mi támadunk. Erdélyi, jó az átjátszás. Gyönyörű játék! Hát gyönyörű játék! Hazai csapat gólszerzője, a 14-es mezben játszó Háner Dóra. Egy fantasztikus játék. Hihetetlen, meseszép bejátszás volt Erdélytől, Háner pedig kihasználta. Komolyan mondom, fenomenális a. Jó nézni a játékot, komolyan mondom. Jó nézni, élvezet, parádé. Fantasztikus. 30-18. Másfél perc. Megvagyunk, Keréknek letelt a büntetője, ember hátrányból szereztünk gólt, a Győr pedig nem tudta kihasználni az ember előny. Kalónak nem jó. Kerék, Kaló. Ott kéri Háner, ott kérte Háner középen, csak észre kellett volna venni. Hát már én jobban izgulok, mint itt bárki más, esküszöm.
vendégtámadás. Próbálkoznak a vendégek, jó, az átadásuk elakad. Nádasdi túl erősen adta Rydernek. A hazai csapat gólszerzője, a 14-es mezben játszó Háder Nóra! Nagyon-nagyon parádé. Fél perc van vissza, 31-18. 31-18. Még egy kis győri próbálkozás. Martinov Lili! A mohácsiak hálóőre. Ehaj! Jaj, de kár, ez még de gyönyörű lett volna. Nagyon nagyot futott Kaló Zsófi. Igaz, hogy lökte Ryder. Talán ez is hozzásegítette, hogy nem lett gól, de nagyon-nagyon nagy futása volt Kalónak. Ez még kimarad. És ebben a pillanatban elérkeztünk a tizedik forduló végéhez. Mohácsi Tije VKLS-e Győr, ugye láthatjuk, 31-18. Tehát 31-18-ra nyertek a mohácsiak a győri csapat ellen. Megmondta Gyula jó, hogy egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz. Nagyon-nagyon föl kell készülni. Úgy látom, hogy ez sikerült. Fenomenális volt, tényleg fenomenális volt. 31-18, 2 darab sárga, 2 darab 2 perces a miénk, és 3 darab sárga, 4 darab 2, illetve 5 darab 2 perces a vendégeké. De mit számít ez egy ilyen eredménynél? Megőriztük a helyünket így a tabellában, levertük a 14. helyen álló VKLS-ét, tehát a pont a miénk. Ezekkel a gyönyörű képekkel, az öröm képeivel búcsúzik innen a városi sportcsarnokból az operatőr Jáger Vilmos és a sportkommentátor Györfi Csaba. Köszönjük, hogy ma is minket választ.